Talán ez az egyetlen étel, ami ketté szakítja az országot, Dunaira és Tiszaira. Nem bocsátkozom békemisszióba, én csak a jó halászlékben hiszek. Témánk kint télen is, ez pedig az első lecke. Íme előttem 2 darab ponty, élő súlyba 4-4,5 kiló. Ez nagyon-nagyon fontos majd a későbbi matek szempontjából, el is kezdem földolgozni. Gyerekkorban tanultam, hogy az uszonyt mindig levágjuk, a ponty már meg van tisztítva, a belsőségeket eltávolítottam, a pikkely sincs rajtuk, erről van egy remek séftippünk, itt található a gerincvonal, és a hátánál találhatók az apró Y-szálkák, úgyhogy itt szépen, körülbelül 2-3 mm-enként alaposan beírdalom. A hasüreg után, ahol a farokrész található, ott már nem csak a hátánál írdalom, hanem végig a húst. Nézni, ugyanígy járok el a másik oldalon is. Most pedig levágom a fejét. Igen-igen fontos hozzávaló a halászlébe. Fontos, hogy eltávolítsuk a kopoltyút és az itt található keserű fogat. Én ezt már eltávolítottam belőle, ponty fejet minden esetben vágjuk ketté. További zsír, ami nagyon-nagyon fontos, hogy már a lé kezdetekor elkezdjen kioldódni, az pedig a hasaljába található, úgyhogy nyugodtan, kb. 2 cm vastagon levághatjuk a hasalját. Most pedig jöhetnek a klasszikus ponypatkók. Nem lesz szálkás, hiszen beírdaltam. Körülbelül 2-2,5 cm vastag szeleteket vágok, és ez lesz a betétem a halászlébe. Külön fogom gyűjteni, és a farka vége, az pedig mehet a fejhez és a hasaljához az alaplébe. Most pedig jó alaposan besózom, nem sajnálom tőle a sót, igyekszem már itt úgy besózni, hogy utána a levet ne keljen. Alaposan összeforgatom, hagyom, hogy a só megdolgozza a halhúst, legkevesebb 1 órát pihentetem, de jobban szoktam örülni, hogyha van 3 órája is, tehát a halászlé főzés procedúrája előtt 3 órával már feldolgozom a halat. Már említettem, hogy a ponty 4-4,5 kg volt élő súlyban, pontosan 2-szeres mennyiségű vizet használok, azaz 8 liter. Majdnem, mert hogy ez 7,7 liter. A hiányzó 3 deci, az nálam rozébor lesz. Jöhet is a belevaló, vörös hagyma természetesen, hal kilónként 10 dekagram, lehetőségeinkhez mérten, igen finomra aprítva. Valaki szereti, valaki nem szereti, valaki szentségtérésnek gondolja, lecsó, kevés paprika, paradicsom és egy kis fokhagyma is. Természetesen ez is igen apróra vágva, ugyanis, hogyha belekerült a hal a bográcsba, fél óra alatt el kell tudnia készülni. Fölforralom a levet, csak a hagymával, paprikával, paradicsommal, és hogyha fölfort, zubog, csak utána teszem bele az alapra valót. Amikor azt mondtam, hogy zubog a lé, pontosan erre gondoltam, jöhet is bele az alapba való, a ponyfej, hasalja és a farokrész. Nem teketóriázok, ahogy belekerült a hal, jöhet a fűszerpaprika. A 8 liter folyadékra számolva, pontosan 15 dekagram. A tüzet nem veszem lejjebb, igyekszem úgy forralni, hogy majdnem, hogy ki akarjon futni a bográcsból, de addig sem unatkozok, készítek egy kis gyufatésztát. Biztonság kedvéért mindig hordok magamnál egy kis gyúrtésztát. Természetesen van róla séftippünk, hogy hogyan készítettem. Van pontosan 30 percem, amíg elkészül a halászlé, addig gyufatésztát. 30-35 percet zubogott a halászlé, újraforrástól számolva, úgyhogy most jöhetnek a ponypatkók, a betét, elkezdem szépen belehelyezni a zubogó halászlajomba. Az erőssel mindig bajba vagyok, valaki csípősen szereti, valaki pedig egyáltalán nem. Én ilyenkor a végén méret és csípőség függően szoktam belerakni cseresznyepaprikát, most 5 darabot belerakok. Kellemes csípős lesz a lejjebb. Jöjjön a gyufatészta, természetesen külön vízbe fogom megfőzni, eszem ágában nincs bedobni a halászlébe,
külön főzzük, külön is tálaljuk. Házi friss tészta, én magam gyúrtam, körülbelül 3 perc alatt el is készül. A halásztész szinte kész van, és én nagyon-nagyon szeretem, ha tetejére, a forró lére szórunk egy kis hegyes erős paprikát, és egy kis finom rágott salottahagymát, vagy lilahagymát, úgyhogy ezt gyorsan összeaprítom. Megfőtte a halászté a főnivalóját. Egyszer az alapot főztem kb. 30-35 percet, majd pedig a betétet 20-25 percet, úgyhogy ebben a formában a horgászhavaroknak már raknám is fel az asztalra, de hogyha vendégeknek vagy a családnak készítjük, akkor szűrjük le. Az egy fokkal szofisztikáltabb, megszűrt és csak ehető részeket tartalmazó levet visszaraktam a tűzre, egyet zubbantok rajta, és már tálalok is. Véget is ért ez a Lidl online főzőiskola rész, remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel! Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is, válogass a képernyő lévő közül.